Makkabeusok második könyve. Első rész. Üdvözlet testvéreinknek, az Egyiptomban élő zsidóknak. Testvéreitek a Jeruzsálemben és Júdeában élő zsidók minden jót kívánnak. Halmozzon el benneteket Elohim jó téteményeivel, és emlékezzék meg hűséges szolgáival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Adjon minnyájatoknak őt félő akaratát bizalommal, készségesen teljesítő szívet. Tegye lelketeket fogékonnyá, törvénye és parancsai iránt, és adjon nektek békességet. Hallgassa meg kéréseiteket, bocsásson meg nektek, és ne hagyjon el benneteket a szorongattatás idején. Így imádkozunk most ti érettetek. Demetrius király uralma idején a 169. esztendőben, meg így írtunk mi, zsidók nektek. A ránk szakadt szorongattatásnak ezekben az éveiben, amikor Jázon és követői elpártoltak a Szent Földtől és a királytól, felgyújtották a templom nagy kapuját és ártatlan vért ontottak. Jahuához könyörögtünk és meghallgatásra találtunk. Akkor égő és ételáldozatot mutattunk be, meggyújtottuk a mécseseket és kitettük a kenyeret. És most azért írunk, hogy Kiszlév hónapjában ti is üljétek meg a sátoros ünnepeket. A 188. esztendőben járunk. Jeruzsálem és Júda a lakói, a nagy tanács és Júdás üdvözletüket küldik és jó egészséget kívánnak Ptolemausz király nevelőjének, a fölkent papok nemzetségéből való Arisztobulosznak, valamint az egyiptomi zsidóknak. Nagy veszedelmektől mentett ki Elohim, ezért szívből köszönjük neki, hogy harcolt értünk a király ellen, mert ő űzte ki azokat, akik a szent városban harcoltak. Amikor ugyanis a vezérük legyőzhetetlennek látszó seregével Perzsiába ment, Nane a templomában agyonütötték őket, Nane a papjai ugyanis cselhez folyamodtak. Antiochus odament azzal az ürüggyel, hogy eljegyzi magát vele, hogy így a kincseket jegyajándékul elvihesse. Nane a templomának papjai ki is hordták a kincseket, de amikor kevesed magával a templom területére ment, mihelyt belépett, bezárták a templomot. Majd kinyitottak egy titkos ajtót a tetőn, és köveket dobálva agyonütötték a fejedelmet embereivel együtt. Darabokra vágták, és levágott fejét odavetették a kint várakozóknak. Elohimünk legyen áldott mindenben, mivel kiszolgáltatta az istenteleneket. Amikor Kiszlév hónap 25. napján meg akartuk ünnepelni a templom megtisztítását, illőnek tartottuk, hogy ti is üljétek meg a sátoros ünnepet, és a tűz ünnepét annak emlékére, hogy Nehemiás fölépítette a templomot, és az égő áldozatok oltárát, és áldozatot mutatott be. Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égő áldozatok oltáráról, és elrejtették egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt őrizték úgy, hogy a helyről nem is szerzett senki tudomást. Évek múltán úgy tetszett Jahuának, hogy a perzsa király hazaengedje Nehemiást. Ekkor elküldte azoknak a papoknak az utódait a tűzért, akik elrejtették. Amikor ezek jelentették, hogy nem találtak tüzet, csak iszapos vizet, megparancsolta, hogy merítsenek belőle és vigyék oda neki. Mindent előkészítettek az áldozathoz. Most Nehemiás megparancsolta a papoknak, hogy a fára és ami rajta volt, arra öntsék rá a vizet. Amikor ezt megtették, s egy kis idő elteltével kisütött a nap, amelyet eddig felhő takart, hatalmas láng lobbant fel, úgy, hogy mindnyájan elámultak rajta. Míg az áldozat égett, a papok imádkoztak. A papok elkezdték Jonatánnal az élükön, a többiek pedig Nehemiással folytatták. Így hangzott az ima. Adonai, Adonai, és Elohimünk, mindenek teremtője,
félelmetes és hatalmas, igazságos és könyörületes, egyetlen király és jótevő, az élet javainak egyedüli osztogatója, egyetlen igaz, mindenek fölötti Jahua, örökkévaló. Te minden veszedelemből kimented Izraelt, kiválasztottad atyáinkat és megszentelted őket. Fogadd el az áldozatot a népért, Izraelért, oltalmazd és szenteld meg örökségedet. Szétszórtságunkból vezess bennünket újra együvé. Szabadíts meg minket a pogány népek szolgaságától. Tekints irgalmasan a megalázottakra és a megvetettekre. Akkor megtudják a pogányok is, hogy a mi hatalmasságunk vagy. Büntesd meg azokat, akik minket gyötörnek és gőgösen gyaláznak. Verjen gyökeret népet szent helyeden, amint Mózes mondta. Aztán dicsőítő énekeket énekeltek a papok, amikor az áldozat egészen elégett, Nehemiás megparancsolta, hogy a maradék vizet is öntsék rá a nagy kőre. Amikor ezt megtették, láng csapott fel, de az oltáról átcsapó láng elnyelte. Amikor az esetről tudomást szereztek, jelentették a perzsa királynak, hogy azon a helyen, ahol az elhurcolt papok elrejtették a magukkal hozott tüzet, víz tört fel. Ezzel szentelték fel Nehemiás emberei az áldozati ajándékokat. Miután kivizsgáltatta az ügyet, a helyet bekerítette, és szentté nyilvánította. Második rész. Az írásokban azt is megtalálni, hogy Jeremiás próféta megparancsolta az elhurcoltaknak, hogy vigyenek a tűzből, amint erről szó volt. Azt is lelkükre kötötte a próféta az elhurcoltaknak, amikor átadta nekik a törvényt, hogy ne feledkezzenek meg Jahua parancsairól, és ne tévejedjen el szívük a pompás arany és ezüst báványok láttán. Más hasonló szavakkal is intette őket, hogy ne hagyják a törvényt lelkükből kiveszni. Az is benne van az írásban, hogy a próféta isteni sugallatra elrendelte, hogy a sátort és a szövetség ládáját vigyék utána. Aztán fölment arra a hegyre, amelyre Mózes ment, az Elohimtól örökségül kapott földet megnézni. Megérkezvén Jeremiás talált egy barlangszerű lakóhelyet, odavitte a sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát. Aztán eltorlaszolta a bejáratot. Kísérői közül néhányan visszatértek, hogy megjelöljék az utat, de nem találták. Amikor Jeremiás ezt megtudta, e szavakkal korholta őket. A helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Elohim újra egyben nem gyűjti népét, és meg nem könyörül rajta. Akkor Jahua majd kinyilvánítja ezt a helyet. Megjelenik Jahua dicsősége és a felhő, mint Mózes idejében, és akkor, amikor Salamon imádkozott, hogy a templom fölszentelése magasztos legyen. De azt is megírták, hogy a templom befejezésekor és fölszentelésekor milyen áldozatot mutatott be a bölcs, hogyan könyörgött Mózes Jahuához, mire aztán tűz hullott alá az égből és elemésztette az áldozatot. Ugyanígy imádkozott Salamon is, és tűz hullott alá, és megemésztette az égő áldozatot. Mózes azt mondta, mivel az engesztelő áldozatot nem fogyasztották el, a tűz emésztette meg. Így Salamon is 8 napig tartó ünnepet tartott. Az írásokban a Nehemiás emlékezetére írt följegyzésekben ugyanez olvasható. Aztán még az, hogy könyvtárat létesített, ahova összegyűjtötte a királyok és a próféták könyveit, Dávid írásait és a királyok adományleveleit. Ugyanígy Júdás is összegyűjtötte a háborúkban elkallódott könyveket. A kezükben vannak. Ha valamire szükségetek van, küldjetek embereket, és vitessétek el magatoknak. Azért írunk nektek, mert meg akarjuk ünnepelni a templom szentelést. Szép volna, ha ezeket a napokat ti is megülnétek. Elohim megszabadította népét, és odaajándékozta nekik örökségül az országot, a királyságot, a papságot és a szentét, amint a törvényben megígérte. Bízunk Elohimben, hogy hamarosan megkönyörül rajtunk, és minden égtáj felől újra összegyűjt bennünket a szent helyen. Már eddig is nagy veszedelemből mentett ki, és megtisztította a szent helyet. Harmadik rész. A szent város teljes békében élt. A törvényt Oniász főpap buzgóságának és minden kihágás elleni gyűlöletének hála egészen hűségesen szem előtt tartották. Történt, hogy még a királyok is tiszteletben részesítették a helyet,
és drága ajándékokkal emelték a templom dicsőségét. Így Ázsia királya Szeleukosz is saját jövedelméből fedezte az áldozat bemutatással járó összes kiadást. Akkor azonban egy templomi előjáró, egy bizonyos Bilga törzséből való Simon vitába keveredett a főpappal, a város vásári rendje ügyében. Amikor nem tudott Oniásznak fölébe kerekedni, elment a tarzuszi Apollóniuszhoz, aki akkor Cöle-Szíria és Fönícia helytartója volt. Hírül vitte neki azt a mérhetetlen gazdagságot, amivel Jeruzsálemben a kincses kamra telve volt. Azt, hogy a pénz megszámlálhatatlan, nem kell mind az áldozat költségeinek fedezésére, és megvan rá a lehetőség, hogy a király kezére kerüljön. Apollóniosz erre elment a királyhoz, és jelentést tett neki a tudomására jutott pénzről. Ez megbízta kancellárját, Heliodort, hogy kerítse meg a szóban forgó kincset. Heliodor nyomban elindult azzal az ürüggyel, hogy Cöle-Szíria és Fönícia városait megy meglátogatni, a valóságban azonban azért, hogy a királytól kapott megbízatásnak eleget tegyen. Amikor Jeruzsálembe érkezett, a főpap és a város barátságosan fogadta. Ő megemlítette a bejelentést és elmondta, milyen szándékkal érkezett. Megérdeklődte azonban, hogy a dolog megfelele a valóságnak. A főpap felvilágosította, hogy az özvegyek és árvák letétbe helyezett pénzéről van szó. Aztán egy része egy nagyon tekintélyes emberé, egy bizonyos Hirkánuszé, Tóbiás fiáé. A dolog egyáltalán nem úgy áll, ahogyan az a semmire kellő Simon álnokul állította. Az összes ezüst 400 talentumot tesz ki, az arany pedig 200-at. És egyébként is nem szabad azokat az embereket megkárosítani, akik a hely szentségébe és az egész világon híres templom fönséges és sérthetetlen voltába helyezték bizalmukat. Heliodor azonban kijelentette, hogy a pénzt a kapott királyi parancs értelmében minden körülmények közt be kell szolgáltatni a királyi pénztárba. Egy előre meghatározott napon elment, hogy a helyzetet fölmérje és kiadja rendelkezéseit. Erre nem csak rémület támadt a városban. A papok papi öltözetükben leborultak az égő áldozatok oltára elé, és az éghez folyamodtak, aki a letétbe helyezett javakra vonatkozó törvényt adta, hogy hiánytalanul mentse meg azoknak a vagyonát, akik letétbe helyezték. Aki látta a főpapot, annak összeszorult a szíve, mert vonásai és arcának megváltozott színe elárulták nagy lelki kínjait. Félelem kerítette hatalmába ugyanis ezt a férfiút, egész testében remegett, úgy, hogy akik csak látták, azok mind leolvasták róla égő fájdalmait. A házakból is csapatostul tódultak az emberek közösségben imádkozni, mivel a szent helyet meggyalázás fenyegette. Az asszonyok keblük alá erősített vezeklőruhában seregestül kifutottak az utcára. Az egyébként elzártan élő lányok részint a kapukhoz, részint a falakra futottak, mások pedig az ablakokon kukucskáltak. Mindnyájan az égre emelték kezüket és imádkoztak. Szívet tépő volt, amint az összeverődött tarka tömeg térdelt, a főpap meg mélységes aggodalommal várta az elkövetkezendőket. A mindenható Elohimhez könyörögtek, hogy őrizze meg hiánytalanul és teljes biztonságban azoknak a vagyonát, akik letétbe helyezték. De Heliodor volt olyan merész, hogy keresztül vigye terveit. Már ott állt testőreivel a kincstár előtt. Ám a lelkeknek és minden hatalomnak Jahuája megmutatta erejét, úgyhogy akik behatolni merészeltek Elohim hatalmától érintve, mind elájultak és összeestek rémületükben. Megjelent ugyanis nekik egy paripa, rajta félelmetes lovas és díszes szerszám. Heliodornak rontott és mellső lábaival lesújtott rá. Maga a lovas aranypáncélt viselt. Aztán két nagyon erős, ragyogóan szép ifjú is megjelent, pompás öltözékben. Két oldalról mellé léptek, szüntelenül korbácsolták, sok ütést mértek rá. Heliodor hirtelen lezuhant a földre, és nagy sötétség vette körül. Fogták, hordágyra fektették, és maga tehetetlenül kivitték. Egészen nyilvánvaló módon föl kellett ismerni a dologban Elohim hatalmát. Így feküdt ott isteni erőtől sújtva, megfosztva a beszéd képességétől, és a megmenekülés minden reményétől.
ők pedig dicsőítették Jahuát, aki minden várakozásuk ellenére is megdicsőítette lakóhelyét. A templomot, amelyben előbb még félelem és rettenet uralkodott, a mindenható Elohim megjelenésére öröm és újjongás töltötte be. Heliodor néhány barátja sietve arra kérte Óniászt, járjon közbe a magasság belinél, adjon életet az utolsókat lélegzőnek. A főpap nagy gondban volt, hogy a király arra fog gyanakodni, hogy a zsidók ártottak Heliodornak. Ezért áldozatot mutatott be a férfi életben maradásáért. Amikor a főpap bemutatta az engesztelő áldozatot, újra megjelentek ugyanazok az ifjak Heliodornak ugyanabban az öltözékben. Oda léptek hozzá, és így szóltak. Légy nagyon hálás Oniász főpapnak, mert az ő kedvéért adja vissza Jahua életedet. Ami téged illet, az ég fenyített meg. Hirdest hát mindeneknek az Elohim hatalmát. E szavakkal eltűntek. Heliodor áldozatot mutatott be Jahuának, és nagy fogadalmat tett neki, amiért megőrizte életét. Nagyon barátságos volt Oniászhoz, és visszatért a királyhoz seregével együtt. Minden adandó alkalommal tanúságot tett a mindenható Elohim tetteiről, amelyeket a saját szemével látott. Amikor a király megkérdezte, ki volna alkalmas arra, hogy Jeruzsálembe küldje újabb követségben, azt felelte. Ha valaki ellenséged vagy ellenlábasod, azt küld oda. Megkorbácsolva látod viszont, ha egyáltalán kikerül élve onnét, mert azon a helyen isteni hatalom működik. Azonnak a helynek az őre és oltalmazója, akinek az ég a lakóhelye. Akik gonosz szándékkal mennek oda, azokat megveri és megsemmisíti. Így zajlottak le a Heliodorral és a templom kincsének megoltalmazásával összefüggő események. Negyedik rész. Az említett Simon, aki árulója lett a kincsnek és a hazának, bevádolta Oniászt, hogy ő ártott Heliodornak, és ő okozta neki a bajt. Arra vetemedett, hogy a város jövőjét, népe fiainak védelmezőjét és a törvény buzgó követőjét a közrend ellenségének nevezze. Az ellenségesség olyan méretet öltött, hogy Simonnak egy híve merényletet követett el. Oniász fölismerte a viszályt, okozta veszélyt, és azt a kedvezményt, amelyben Meneszteusz fia és Cöleszíria, valamint Fönícia helytartója, Apollónius, Simont gonoszsága fejében részesítette. Ezért elment a királyhoz, nem azért, hogy népéből való testvére ellen vádaskodjék, hanem mert különös gondja volt a nép javára. Látta ugyanis, hogy csak királyi segítséggel érheti utol az ellenséget, másként Simon nem hagyja abba esztelen üzelmeit. Szeleukosz halálakor az Epifanész melléknevet viselő Antiókusz vette át az uralmat. Akkoriban Oniász testvére Jázon törvénytelen eszközökkel szerezte meg magának a főpapi tisztséget. Egy tárgyalás során biztosított a királynak 360 ezüst talentumot, és az egyéb jövedelmekből is további 80-at. Ezen kívül még azt is megígérte, hogy fizet 150 talentumot, ha engedélyt kap arra, hogy saját erejéből a küzdőteret és testgyakorló iskolát létesítsen. Továbbá a Jeruzsálem lakói antiókiai polgárjogot kaphatnak. A király megadta az engedélyt. Mihelyt átvette a hatalmat, Jázon nyomban bevezette testvéreit a görög életmódba. Megszüntette a királyi előjogokat, amelyeket a zsidók Eupolemosz apja János által szereztek. Ez az Eupolemosz vezette később a követséget, hogy a rómaiakkal barátságot és szövetséget kössenek. Így megszüntette a törvényes rendet és új, törvényellenes szokásokat vezetett be. Szándékosan épp a vár alatt létesített gyakorlóiskolát, és az előkelő ifjakat arra ösztönözte, hogy görög kalapot viseljenek. Így Jázonnak, ennek a főpapnak nem tekinthető istentelen embernek, a mérhetetlen elvetemültsége folytán felvirágzott a hellenizmus, és gyökeret vertek az idegen szokások. A papokat nem érdekelte többé az oltár szolgálata, kevésbe vették a templomot, és elhanyagolták az áldozatot. Inkább a gyakorlótérre siettek, hogy ott részt vegyenek a törvényellenes játékokban, amikor csak elhangzott a felszólítás a diszkoszvetésre. A hazájuk nyújtotta megtiszteltetés nem jelentett nekik semmit, de a görög kitüntetéseket igen sokra tartották. Ezért nagy szorongattatás szakadt rájuk.
épp akiknek az életmódját utánozni akarták, és akikhez mindenben hasonlóvá akartak válni, azok váltak ellenségeikké és támadóikká. Mert nem kis dolog az elohimi törvény ellen véteni, mutatja ezt az ezutáni idő is. Amikor Tírusban a király jelenlétében az 5 évenként szokásos játékokat megrendezték, a nyughatatlan Jászon antiókiai polgárjogot nyert, követeket küldött nézőnek. Ezek magukkal vittek 300 drachmát egy Herkulesnek bemutatandó áldozatra. Akik a pénzt vitték, azt kérték, hogy ne használják fel áldozatra, az nem volna illő, hanem fordítsák valami más célra. Küldője ugyan Herkulesnek bemutatandó áldozatára szánta a pénzt, de azokra való tekintettel, akik vitték, a hajók felszerelésére fordították. Philometor király trónra lépése alkalmával Menesteus fiát, Apollóniuszt Egyiptomba küldték. Így Antiochus megtudta, hogy ez utóbbi nem ért egyet politikájával, ezért saját biztonságára gondolt, Joppéba ment, onnan pedig Jeruzsálembe érkezett. Jászon és a város ünnepélyes fogadtatásban részesítette, úgyhogy fáklya fénynél üdvrivalgás közepette vonult be. Aztán seregével Föníciába ment. 3 évvel ezután Jászon elküldte az említett Simon testvérét, Menelaoszt a királyhoz azzal a megbízással, hogy vigye el a pénzt, és a sürgős ügyekben kérjen intézkedést. Ez elnyerte a király tetszését, úgy mutatta magát, mint befolyásos ember. Így megszerezte magának a főpapi tisztséget 300 ezüsttálentummal többet ígérve, mint Jászon. Miután megkapta a király jóváhagyásáról szóló levelet, hazatért. Nem volt benne semmi, ami méltóvá tette volna a főpapságra, csak egy kegyetlen zsarnoknak az indulata és egy vadállatnak a bőszültsége. Így Jászont, aki csellel háttérbe szorította a saját testvérét, most ugyanolyan családmódon kitúrta egy másik, és az ammoniták földjére űzte. Menelaosz megszerezte a méltóságot, de az ígért pénzből nem küldött meg semmit a királynak. Noha a várparancsnoka Szosztratosz követelte, hiszen az ő feladata volt az adóbehajtás. Ezért mindkettőjüket a király elé idézték. Menelaosz akkor testvérét Lüzimachosz tette meg helyettesének a főpapi tisztségben. Szosztratosz pedig a ciprusiak parancsnokát Kratész hagyta hátra helyettesül. Ez intézkedések után Tarzusz és Maltusz lakói között lázadás ütött ki, mivel a király ágyasának, Antiochisnak ajándékozták őket. A király sietve útra kelt, hogy elnyomja a fölkelést. Helyettesével egyik előkelő emberét, Andronikoszt hagyta hátra. Menelaosz azt gondolta, ez jó alkalom, ezért eltulajdonított néhányat a templom aranytárgyai közül, és Andronikosznak ajándékozta. Több mást pedig sikerült Tírusban és a környező városokban eladnia. Amikor Oniász biztos tudomást szerzett róla, keményen megrótt a biztos menedékhelyéről, az Antiochia melletti Daphnéból, ahová visszavonult. Ezért Menelaosz egy 4 szem közti beszélgetés során rávette Andronikoszt, hogy ölje meg Oniászt. Ez el is ment Oniászhoz, és álnok módon igyekezett rábeszélni, sőt esküvel biztonságot ígérve jobbját nyújtotta neki. Bár az gyanakodott, mégis rábeszélte, hogy hagyja el menedékhelyét. Erre az igazságossággal mit sem törődve, azon nyomban megölte. Ezen nem csak a zsidók, hanem még a többi népek közül is sokan fölháborodtak. Megütköztek a férfi igazságtalan meggyilkolásán. Amikor a király Kilikia helységéből visszatért, a városbeli zsidók panaszt emeltek nála. De a görögök is kifejezték nem tetszésüket Oniász jogtalan meggyilkolása miatt. Antiochus mélyen megrendült és részvétre gerjedt. Könnyezett az elhunyt erényeire és igazságosságára emlékezve. Aztán haragra gerjedt, azon nyomban levétette Andronikoszról a bíborpalástot, letépette róla a ruhát, majd a városon végig arra a helyre vezettette, ahol megölte Oniászt. Ott megölette a gyilkost. Így kirótta rá Jehua a megérdemelt büntetést. A városban Lüzimachosz, Menelaosz tudtával a templom sok kincsét elrabolta. Ennek a híre messze terjedt, és amikor már sok aranytárgy eltűnt, a nép föllázadt Lüzimachosz ellen. A lázadás és a nép elkeseredettsége láttán Lüzimachosz fölfegyverzett mintegy 3000 férfit, és megtorlásba fogott. Egy bizonyos Auranus volt a vezér, aki bár előre haladott korban volt, mit sem engedett,
elvetemültségéből. Ám amikor Lüzimahosz támadó szándékát észrevették, némelyek köveket ragadtak, mások dorongokat, ismét mások meg fölmarkolták az ott talált hamut, és mind Lüzimahosz embereire szórták. Így sokat megsebesítettek közülük, másokat pedig földhöz vertek, vagy megfutamodásra késztettek. A templomrablót magát megölték a kincstár közelében. Ezek miatt az események miatt vizsgálatot tartottak Menelaosz ügyében, amikor a király Tírusba érkezett, a nagy tanács küldötteként három férfi vádat emelt ellene. Már-már úgy látszott, hogy Menelaosz elveszett, de akkor felajánlott Dorimenesz fiának, Ptolemeusznak egy nagy összeget azzal, hogy nyerje meg vele a királyt. Ptolemeusz félrehívta a királyt egy csarnokba, mintha csak felfrissülésre volna szüksége, és rábírt a szándéka megváltoztatására. Így fölmentette Menelaoszt, minden bajnak szerzőjét. Ugyanakkor azokat a szerencsétleneket, akiket még a szkíta bírák is ártatlannak minősítettek és fölmentettek volna, ha ügyüket eléjük viszik, halálra ítélte. Így ezeknek az embereknek, akik a városért, a népért és a szent edényekért síkra szálltak, azon nyomban el kellett szenvedniük az igazságtalan ítéletet. Ezen még a tírusziak is fölháborodtak és díszes temetést rendeztek nekik. Ami Menelaoszt illeti, a hatalmasok kapzsisága folytán megmaradt hivatalában. Egyre elvetemültebbé vált, és áldáz üldözője lett honfitársainak. Ötödik rész. Ebben az időben készítette elő Antiochus Egyiptom elleni második hadjáratát. Történt, hogy 40 napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész városban. A lovasok csatasorban álltak, s mindkét irányban támadtak és védekeztek. Lendültek a pajzsok, lándzsából egész erdő volt. A nyilak repültek, az aranypáncélok csillogtak, s volt mindenféle vért. Ezért imádkoztak mindannyian, hogy a jelenés jó előjelnek bizonyuljon. De egy hamis hír is elterjedt Antiochus haláláról. Erre Jászon összeszedett nem kevesebb, mint 1000 férfit, és hirtelen rajta ütött a városon. A katonákat visszaszorították a falakra, s végül elfoglalták a várost. Menelaosz a várba menekült. Jászon azonban kíméletlen mészárlás vitt végbe honfitársai körében, nem gondolt arra, hogy a saját törzse tagjain aratott győzelem a legnagyobb szerencsétlenség. Inkább úgy tűnt, mintha ellenségtől szedne zsákmányt, nem pedig a saját népe fiaitól. De a hatalmat nem kerítette kézre, támadása szégyenletes véget ért, kénytelen volt újra az ammoniták földjére menekülni. Végül is utolérte végzete. Az arapok fejedelme, Aretász fogjul ejtette, majd városról városra menekült. Mindenki üldözte és megvetette a törvény megszegőjét, a haza és a honfitársak halára keresett hóhérát. Végül Egyiptomba kergették. Aki oly sokakat üldözött el a házából, maga is idegenben pusztult el. A spártaiakhoz menekült ugyanis, hogy ott a közös származás folytán menedékre találjon. Aki oly sokakat szétszóratott, temetetlenül, azt nem is siratták el. Annak nem adták meg a végtisztességet, és nem kapott helyet atyái sírjában. Amikor a király hírét vette az eseményeknek, Júdea elpártolására gondolt. Ezért szívében bősz haragra gerjedve elindult Egyiptomból, és fegyveres erőivel elfoglalta a várost. Megparancsolta katonáinak, hogy kíméletlenül mészároljanak le mindenkit, aki csak útjukba kerül, és azokat is kaszabolják le, akik a házakba menekültek. Így legyilkolták a fiatalokat és az öregeket, kaszabolták a férfiakat és a nőket, meg a gyermekeket, mészárolták a fiatal lányokat és a csecsemőket. 3 nap alatt 80 000-en elpusztultak, közülük 40 000-et a mészárlás során öltek meg, és nem kevesebbet, mint amennyien ezek a meggyilkoltak voltak, eladtak rabszolgának. De ezzel még nem érte be. Arra vetemedett, hogy behatoljon az egész föld legszentebb templomába. Menelaosz volt a vezetője, aki a törvény és a haza árulója lett. Tisztátalan kézzel elvitte a szent edényeket, és szentségtelen kézzel összeszedte az adományokat, amelyeket más királyok a hely fényének és dicsőségének emelésére ajánlottak fel.
Gőgében Antiochus nem vette észre, hogy Jahu a város és a lakói elkövette bűnök miatt haragudott egy kis ideig, ezért szolgáltatta ki a várost. Ha nem terhelte volna őket annyi bűn, őt is mindjárt a behatolásakor elrettentették volna vakmerő tervétől az ostorcsapások, mint ahogy Heliodort, akit Szeleukosz király a kincses kamra szemügyre vételére küldött. De Elohim nem a népet választotta a helyért, hanem a helyet a népért. Ezért a helynek is része volt a népet érő megpróbáltatásokban, de később ugyanígy jó sorában is osztozott vele. Azokat a helyeket, amelyeket a mindenható haragja kiszolgáltatott, a hatalmas Jahu a kiengesztelődése után teljes fényükben újra helyreállították. Antiochus elrabolt a templomból 1800 talentumot. Azután sietve Antiochiába vonult. Kevésségében azt vélte, hogy a földet hajózhatóvá, a tengert meg járhatóvá teheti, merő Gőgből. A nép elnyomására felügyelőt hagyott hátra Jeruzsálemben, mégpedig Fülöpöt, aki származására nézve frígiai volt, életmódját tekintve pedig még nagyobb barbár, mint ura. Garizim hegyén meg Andronikoszt, aztán rajtuk kívül Menelaoszt, aki még rosszabbul bánt honfitársaival, mint a többiek, egészen elszánt ellensége volt a zsidó polgároknak. Végül elküldte a miziaiak parancsnokát Apollónioszt egy 22 000 férfiből álló csapattal, és megparancsolta neki, hogy a felnőtteket mind mészárolja le, az asszonyokat és a fiatalokat pedig adja el. Jeruzsálembe érkezve békét színlelt. A szombat szent napjáig nyugton maradt. Amikor azonban látta, hogy a zsidók ünnepelnek, megparancsolta embereinek, fogjanak fegyvert. Mindenkit lemészároltatott, aki kiment nézelődni. Aztán fegyveres kézzel berontott a városba, és rengeteg embert megölt. Júdás a Makkabeus 9 társával szövetkezett, és visszavonult a pusztába. Embereivel a hegyekben élt, akár a vadállatok. Egész idő alatt csak növényekkel táplálkoztak, nehogy tisztátalanná váljanak. 6. rész. Nem sokkal ezután a király küldött egy öreg aténit, azzal, hogy kényszerítse a zsidókat, pártoljanak el atyáik törvényétől, és ne éljenek többé Elohim törvényéhez igazodó polgárként. Aztán gyalázza meg a jeruzsálemi templomot, és szentelje az olimpiai Zeusnak, a Garizim hegyén levőt, meg a vendégszerető Zeusnak, ahogyan azt a hely lakói követelték. A gonoszság elhatalmasodása még a népnek is nehezére esett, és ellenére volt. Mert a pogányok kicsapongásokra és duhajkodásokra használták a szentét, szajhák társaságában keresték élvezetüket, a szent előudvarokban pedig asszonyokkal álltak össze, és más oda nem illő dolgokat is vittek oda. Az égő áldozatok oltárát kihívó módon törvénytiltotta dolgokkal rakták tele. Nem ünnepelték többé a szombatot, sem az atyáik által rájuk hagyományozott többi ünnepet nem tartották meg. Egyáltalán nem vallhatták magukat többé zsidónak. A havi áldozat bemutatásakor, a király születése napján és a dionüszoszi ünnepeken erőszakkal odahurcolták őket az áldozati lakomára, és arra kényszerítették őket, hogy koszorús fejjel részt vegyenek a bakchanáliákon. Ptolemaisz lakóinak indítványára minden görög városnak kiadtak egy parancsot, hogy ugyanígy bánjanak a zsidókkal, és rendezzenek áldozati lakomákat. Akik nem tudták rászánni magukat a görög szokások átvételére, azokat kivégezték. Látnivaló volt, mekkora nyomorúság támadt. Két asszony bíróság elé állítottak, mert körülmetéltették gyermekeiket. A kisgyermekeket keblükre akasztották, nyilvánosan végigvitték a városon, aztán letaszították őket a falakról. Másokat, akik a közeli barlangokban összegyűltek megülni a szombatot, Fülöpnek jelentették fel, mivel a szent napok iránti tiszteletből nem akartak védekezni. Mindannyiukat elégették. Így hát figyelmeztetem azokat, akiknek ez a könyv a kezükbe kerül, hogy a megpróbáltatások miatt ne bátortalanodjanak el, hanem gondolják meg, ezek az üldözések népünknek nem csupán vesztére, hanem nevelésére is szolgálnak. Mert nagy kegyelemnek a jele, ha az istentelenek nem élhetnek sokáig békében, hanem azon módon utoléri őket a büntetés. Ha más népek esetében Jahua türelmesen vár is a büntetéssel egészen addig, míg be nem telik bűneik mértéke,
velünk nem így bánik, nehogy végül bosszút kelljen rajtunk állnia, amikor bűneink már az egeket verik. Így tőlünk soha nem vonja meg irgalmát, a csapásokkal veri ugyan népét, de el nem hagyja. Ezt szívlejétek meg, azért mondtuk. E rövid kitérő után folytatjuk az elbeszélést. Az egyik legelőkelőbb írástudót, Eleazárt, ezt az előre haladott korú, tiszteletre méltó külsejű férfit arra kényszerítették, hogy nyissa ki a száját és egyék sertéshúst. De ő inkább a dicső halált választotta, semmint a szégyenletes életet. Önként lépett a kínpadra, de előbb kiköpte a falatot. Így illett azoknak odalépni, akik álhatatosan megtagadták, hogy olyat egyenek, amit nem volt nekik szabad még akkor is, ha szerették az életet. Akik a törvényellenes áldozati lakomán felügyeltek, félrevonták a férfit, mivel régóta ismerték és megpróbálták rábeszélni, hozasson magának olyan húst, amit megehet, amit maga készítette magának. Aztán tegyen úgy, mintha a király által elrendelt áldozati húsba lenne. Ha így tesz, elkerüli a halált, és a régi barátságra való tekintettel elnézők lesznek irányába. De ő korához, hajlott korának megfelelő tekintélyéhez, munkában megőszült hajához és lelki nagyságához, továbbá ifjúkora óta folytatott példás életéhez méltó módon, de még sokkal inkább az Elohimtől szabott szent törvényekhez ragaszkodva nemes elhatározást tett. Azt válaszolta azon nyomban, hogy inkább küldjék az alvilágba. Korunkhoz, mondta, nem illik a képmutatás. Meg aztán sok fiatal azt hinné, hogy a 90 esztendős Eleazár pogány lett. Képmutatásom és rövid, múlandó életemhez való ragaszkodásom félrevezetni őket. Koromra meg szégyent és gyalázatot hozna. És ha most kikerülném is az emberek büntetését, nem tudnék sem élve, sem halva megszabadulni a mindenható kezétől. Ezért most férfiúhoz illően kockára teszem életemet, és méltó leszek koromhoz. Ugyanakkor szép példát mutatok az ifjúságnak arra, hogyan kell a tiszteletet érdemlő szent törvényekért bátran és hősiesen szép halált halni. Ezekkel a szavakkal mindjárt föllépett a kínpadra. Azokban, akik félrehívták, az iránta kevéssel azelőtt tanúsított jóindulat gyűlöletbe csapott át. Azt hitték ezek az előbbi szavak az esztelenség megnyilvánulásai. Amikor az ütések súlya alatt már-már halálán volt felsóhajtott, szent tudása birtokában Jahua tudja, hogy az ütlegelés miatt kegyetlen kínokat szenved a testem, bár megmenekülhettem volna a haláltól, de lélekben szívesen elviselem, tőle való félelemből. Így halt meg és halálával a nagy lelkűség példáját és az igazi erény emlékét hagyta hátra, nem csak az ifjúságnak, hanem a nép többségének is. Hetedik rész. Történt, hogy 7 testvért is elfogtak anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek sertéshúsból. Ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta. Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk sem, mint atyáink törvényeit áthágjuk. Erre a király haragra gerjedt és megparancsolta, hogy a serpenyőket és az üstöket tegyék a tűzre. Alig, hogy áttűzesedtek, nyomban megparancsolta, hogy annak, aki a többiek nevében is beszélt, tépjék ki a nyelvét, aztán húzzák le a fejéről a bört, és a kezét, lábát is vágják le. A többieknek és anyjának végig kellett nézniük. Amikor már egészen megcsonkították, megparancsolta, hogy még elevenen tegyék fel a tűzre, és süssék meg a serpenyőben. Míg a serpenyőből egyre áradt a füst, kölcsönösen bíztatták egymást az anyjukkal, hogy hősiesen halljanak meg. Így beszéltek. Elohim, Jahua látja, és minden bizonnyal megkönyörül rajtunk, ahogy Mózes világosan megmondta énekében, amelyben ezekkel a szavakkal búzdít. Szolgáim megkönyörül. Amikor az első ilyen módon meghalt, a másodikat vezették oda, hogy megkírozzák. Hajastól letépték a fejéről a bört, aztán megkérdezték tőle, hajlandó vagy enni, még mielőtt ízenként szétszednék a tested? De ő atyai nyelvén azt felelte, nem. Ezért sorra el kellett szenvednie ugyanazokat a kínokat. Amikor már a végét járta, felkiáltott.
Te gonosztevő, földi életünket elveheted, de a mindenség királya föltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg. Utána a harmadikat kínozták meg, amikor a nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta, az ég adta, de törvényeiért kevésbé veszem. Remélem, újra visszakapom tőle. Még a király környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket is. Amikor már az is halálán volt, így szólt. Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni. Ha belekapaszkodhatunk abba az Elohim adta reménységbe, hogy föltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre. Azon nyomban elővezették az ötödiket is, és megkínozták. De az rászegezte tekintetét a királyra, és ezt mondta. Bár magad is halandó vagy, hatalmadban van az emberekkel kényed kedven szerint bánni, de ne hidd, hogy Elohim elhagyta népünket. Várj csak, majd megtapasztalod hatalmas erejét, mert megbüntett téged is, utódaidat is. Utána a hatodikat vezették elő. Amikor közeledett a halála, azt mondta, ne ámítsd magad hiú módon, mert magunk miatt szenvedtünk, hisz vétkeztünk a mi hatalmasságunk ellen. Amiatt ér minket ennyi szörnyűség. De ne hidd, hogy büntetlen maradsz, hisz arra vetemettél, hogy az Elohim ellen tusakodj. Csodálnivaló és örök emlékezetre méltó az anya, aki végignézte, mind halt meg mind a hét fia egyetlen napon. Erős lélekkel viselte bízva Jahuában, mindegyiküket buzdította atyáik nyelvén, nemes érzelmekkel eltelve. Asszonyi érveit férfiúi bátorsággal toldotta meg, ezt mondta nekik. Nem tudom, hogyan öltöttetek testet méhemben. Nem én ajándékoztam nektek a lelket és az életet. Nem én fűztem össze elemeiteket csodálatos módon, hanem a mindenség teremtője, aki az emberiséget alkotta és létet adott mindennek. Ha most törvényeiért semmibe veszitek, irgalmában visszaadja nektek a lelket és az életet. Antiochus azt hitte, hogy megveti, és arra gyanakodott, hogy szidalmazza. Ezért a még életben levő legfiatalabbat nem csak szavakkal igyekezett rábeszélni, hanem esküvel is bíztatta, hogy ha eltér atyái törvényeitől, gazdaggá és boldoggá teszi, barátjává fogadja, felruházza magas tisztségekkel. De az ifjú semmiképp nem vetett rá ügyet. Erre a király odahívatta az anyát, és rábeszélte, tanácsaival mentse meg fiát. Csak hosszú rábeszélés után vállalkozott rá, hogy meggyőzi fiát. De odahajolt hozzá, kigúnyolta a zsarnokot, és atyái nyelvén így beszélt. Gyermekem, légy könyörülettel irántam. 9 hónapig hordoztalak méhemben, 3 esztendeig dajkáltalak, és egész mostanáig neveltelek és tápláltalak. Gyermekem, kérlek, tekints az égre, és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van. Gondold meg, hogy Elohim semmiből teremtette, és az ember is ugyanígy keletkezett. Ne félj ettől a hóhértől, légy méltó bátyáidhoz. Vállald a halált, hogy a könyörület napján majd bátyáiddal együtt visszakapjalak. Alig, hogy befejezte szavait, az ifjú megkérdezte, mire vártok? Nem a király parancsának engedelmeskedem, hanem a törvényre hallgatok, amelyet Mózes adott atyáinknak. De te, aki annyi szörnyűséget kiagyaltál a zsidók ellen, te nem menekülsz meg Elohim kezétől. Mi bűneink miatt szenvedünk, ám ha haragszik is ránk egy kis ideig, fenyítésül és büntetésképpen az élő Elohim egyszer újra megkönyörül majd szolgáin. De te, istentelen, te ne bízd el magad gőgödben, s ne táplálj hiú reményeket, amikor kezet emelsz az ég szolgáira, mert nem kerülöd el a mindenható és mindent látó Elohim ítéletét. Amikor testvéreink elviselték a rövid ideig tartó szenvedést, a mulandó élet ellenében elnyerték Elohim szövetségének ígéretét. Te azonban megkapod Elohim ítéletekor gőgöd méltó büntetését. Mint bátyáim, én is odaadom testemet és életemet atyáink törvényeiért, és az Elohimhez folyamodom, könyörüljön meg hamarosan népünkön. Neked meg kínok és gyötrelmek árán adja tudtodra, hogy csak ő,
Elohim. A mindenható haragja pedig, amely méltán gerjedt föl egész népünk ellen, érjen véget rajtam és bátyáimon. A király eszeveszett haragra gerjedt, még kegyetlenebbül bánt vele, mint a többiekkel, mert a gúnyos szavak mélyen sértették. Tehát ez is meghalt ártatlanul, minden reményét Jahuába vetve. A fiúk után utolsóként az anyjuk is meghalt. De ezzel legyen elég az áldozati lakomából és a kegyetlen kínzásokból. 8. rész. Közben Júdás, a Makkabeus és emberei mellékutakon belopóztak a helységekbe. Összehívták a rokonokat, egybegyűjtötték a hűséges zsidókat. Így mint egy 8000 férfit szedtek össze. Aztán Jahuához könyörögtek, tekintsen le minden felől szorongatott népére, és könyörüljön a templomon is, amelyet az istentelen emberek meggyaláztak. Legyen részvétel a város iránt, amelyet leromboltak, és nem soká egyenlővé tesznek a földdel. Hallja meg a hozzá kiáltó vér szavát. Emlékezzék az ártatlan gyermekek igazságtalan meggyilkolására, nevének káromlására. Mihelyt a Makkabeus sereget gyűjtött, a pogány népek nem voltak többé képesek ellenállni neki, mert Jahu a haragja irgalomra változott. Váratlanul megtámadta a városokat és a falvakat, és fölgyújtotta őket. Kedvező fekvésű helyekre vonult, és súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek. Többnyire az éjszakát választotta ilyen rajtaütésekre, így mindenfelé elterjedt bátorságának híre. Amikor Fülöp látta, hogy ez a hős rövid idő alatt eredményeket ér el, és vállalkozásait egyre több szerencse kíséri, írt Cölef-Szíria és Fönícia helytartójának, Ptolemausznak, hogy támogassa a király ügyét. Ez nyomban elküldte egyik legfőbb bizalmasát, Pátroklosz fiát, Nikanort, egy nem kevesebb, mint 20 000 különféle országból toborzott férfiból álló seregnek az élén, azzal a megbízatással, hogy írtsa ki Júdea egész népét. A tapasztalt harcost Gorgiászt adta mellé hadvezérnek. Nikanor azt tervezte, hogy azt a 2000 talentum adót, amelyel a király a rómaiaknak tartozott, úgy teremti majd elő, hogy eladja a zsidó foglyokat. Haladéktalanul üzent a tengerparti városoknak és felszólította őket, vásároljanak zsidó rabszolgákat. 90-et ígért nekik, egy talentumért. Nem sejtette a büntetést, amelyet a mindenható nem sokára kiró rá. Júdás hírét vette Nikanor felvonulásának. Amikor a sereg közelettét közölte az övéivel, azok, akik nem voltak elég szilárdak, továbbá akik nem bíztak Elohim igazságosságában, szétszélettek. A többiek azonban eladták, amiük még volt, és Jahuához folyamodtak, szabadítsa meg őket, hisz az istentelen Nikanor már is eladta őket, mielőtt még az ütközetre sor került volna. Ha értük nem is teszi meg, tegye meg az atyáikkal kötött szövetségre és arra a fönséges és magasztos névre való tekintettel, amelyet viselnek. A Makkabeus maga köré gyűjtötte embereit, összesen 6000-en voltak, és bátorította őket, ne féljenek ellenségeiktől, és ne rettegjenek a pogányok még oly hatalmas sokaságától sem, mert igazságtalanul támadják őket. Harcoljanak bátran, és mindig tartsák szem előtt a szent hely ellen elkövetett gyalázatot és erőszakot, a meggyalázott város leigázását, valamint a hagyományok felforgatását. Azt mondta, azok fegyvereikben és esztelen vállalkozásaikban bizakodnak, mi azonban mindenható Elohimben, aki ellenségeinket, sőt az egész világot is egyetlen szempillantás alatt elpusztíthatja. Emlékeztette őket arra, hogyan segített őseik idejében, s mint veszett oda a Szanherib 185 000 embere, továbbá a Galaták ellen Babilóniában vívott csatára, ahol mindössze 8000 zsidó szállt harcba, és 4000 macedóniai. Jól lehet, a macedóniaiakat erősen szorongatták, a 8000 zsidó az ég segítségével 120 000 férfit megsemmisített, és gazdag zsákmányra tett szert. Így bátorságot öntött beléjük, úgyhogy készen voltak rá, hogy a törvényekért és a hazáért meghaljanak. Aztán 4 csapatra osztotta seregét. A csapatok élére testvéreit Simont, Jánost és Jonatánt állította.
1500 férfit rendelt mindegyikük alá. Eleazárt megbízta, olvassa fel a szent könyvet. Aztán kiadta a jelszót, Elohim segítségével. Maga az első csapatot vezette és Nikanorra támadt. Mivel a mindenható mellettük volt a küzdelemben, több mint 9000-et lekaszaboltak az ellenségből. És Nikanor seregének nagyobb részét megsebesítették, megcsonkították és menekülésre kényszerítették. Azoknak, akik el akarták őket adni, zsákmányul ejtették a pénzüket. Egy darabig üldözték őket, aztán visszafordultak, mert kevés volt az idő. Ugyanis épp szombat előtti nap volt, így az üldözést nem folytathatták. Összeszedték az ellenség fegyvereit, és magukkal vitték a zsákmányt. Aztán megünnepelték a szombatot, hangosan dicsőítették és magasztalták Jahuát, aki egészen addig a napig velük volt, és így jelét adta irántuk való irgalmának. A szombat elmúltával részt adtak a sebesülteknek, az özvegyeknek és az árváknak a zsákmányból. A maradékot pedig szétosztották maguk és gyermekeik között. Amikor ezt elvégezték, közösen imádkoztak, és arra kérték az irgalmas Jahuát, engesztelődjék ki teljesen szolgáival. Megvívtak Timóteus és Pachidesz embereivel is. Több mint 20 000-et megöltek közülük, és erős várakat kerítettek hatalmukba. A gazdag zsákmányt egyenlő arányban osztották szét maguk, továbbá az áldozatok, valamint az özvegyek, az árvák és az öregek között. A fegyvereiket gondosan összeszedték, és megfelelő helyen elraktározták, a többi zsákmányt meg magukkal vitték Jeruzsálembe. Timóteus környezetéből az őrség vezetőjét is megölték, ezt az elvetemült embert, aki annyi bajt hozott a zsidókra. Otthon meg a győzelmi ünnepen elégették azokat az embereket, akik a szent kapukat felgyújtották. Majd Kallisztenésszel egy kis házba menekültek. Így elnyerték istentelenségük méltó bérét. A fő-fő gonosztevőt Nikanort, aki 1000 kereskedőt összecsődített, hogy vegyék meg a zsidókat, azok az emberek, akiket oly kevésbe vett, Jahua segítségével megalázták. Kénytelen volt levetni pompás öltözékét, és mint valami szökött rabszolga egyedül menekült, végig az országon, Antiókiába, serege pusztulásán mélyen megrendülve. Arra vállalkozott, hogy a Jeruzsálemben ejtendő foglyok árából kifizeti az adót a rómaiaknak, és most kénytelen volt bevallani, hogy a zsidóknak a harcban volt egy védelmezőjük, és hogy a zsidók azért voltak sebezhetetlenek, mert annak törvényeit megtartották. 9. rész. Abban az időben Antiochus szégyenszemre kénytelen volt a Perzsiához tartozó részekről visszavonulni. Behatolt ugyanis Perzepolis városába, és megkísérelte, hogy kirabolja a templomot és elfoglalja a várost. Emiatt fellázadt a nép, és fegyvert fogott, és le is győzte. A vidék lakói menekülésre kényszerítették Antiochust, úgyhogy kénytelen volt szégyenletes módon visszavonulni. Ekbatana felé tartva az úton értesült Nikanor és Timóteus csapatainak vereségéről. Nagy haragra gerjedt, és a zsidókon akarta megbosszulni a gyalázatot, amit azok az emberek okoztak, akik menekülésre kényszerítették. Ezért megparancsolta kocsija a hajtójának, hogy megállás nélkül hajtson, s mielőbb érjen célba, pedig már fenyegette Elohim igazságos ítélete. Gőgében azt mondta, Jeruzsálemet a zsidók temetőjévé teszem, mihelyt odaérek. De a mindent látó Jahua, Izrael Elohimja, megverte egy gyógyíthatatlan és láthatatlan betegséggel. Alig ejtette ki a szavakat, nyomban elviselhetetlen fájdalmat érzett a beleiben és szörnyű belső kínokat. Ez igazság szerint történt így, hisz annyi keserves gyötrelmet okozott másoknak. Mindazonáltal semmiképp nem akart szakítani Gőgjével. Ellenkezőleg a kevésség teljesen hatalmába kerítette, és haragjában tüzet okádott a zsidókra. Megparancsolta, hogy hajtsanak gyorsabban, de kiesett a robogó kocsiból, és oly szerencsétlenül esett, hogy testének minden tagja kificamodott. Aki mérhetetlen gőgében előbb azt vélte, hogy parancsolhat a tenger hullámainak, s meg tudja mérni mércével a magas hegyeket, most ott feküdt a földön, és óvatosan kellett vinni. Az isteni hatalom nyilvánvaló bizonyítékaként.
sőt, férgek nyüzsögtek az istentelen szemében, és még életében darabokban szakadt le róla a hús, szörnyű kínok közepette. A rothadása szagától az egész tábor undorodott. Amellett az ember mellett, aki nem sokkal előbb még a csillagokat akarta elérni, nem tudott senki megmaradni rettenetes szaga miatt. Teljesen megtörve, végre alább hagyott gőgje, és belátta, hogy Elohim büntetéséből a fájdalmai percről percre fokozódnak. Amikor már maga sem bírta elviselni a saját szagát, azt mondta, méltányos, hogy Elohimnek alávessük magunkat, és az egyszerű halandó ne gondolja magát vele egyenlőnek. De ennek az elvetemült embernek az imája hiába szállt Jahuához, az nem könyörült rajta. A szent városnak, ahová azzal indult, hogy egyenlővé teszi a földdel, és temetőt csinál belőle, szabadságot ígért. A zsidókat egy sorba akarta venni az aténiekkel, pedig nemrég még az eltemetésre sem tartotta őket érdemesnek, és gyermekeikkel oda akarta őket vetni a ragadozó madaraknak vagy a vadállatoknak prédául. Megfogadta továbbá, hogy a szent templomot, amelyet nemrég még ki akart fosztani, ékessé teszi, a szent edényeket sokszorosan pótolja, a kiadásokat meg a saját jövedelméből fedezi. Ezen kívül maga is zsidóvá lesz, aztán végigvonul az egész világon és hirdeti Elohim hatalmát. De a fájdalmak nem hagytak alább semmiképpen. Utolérte Elohim ítélete, minthogy nem bízott gyógyulásában, kérő levelet írt a zsidóknak. Így hangzott. A zsidóknak, a kiváló állampolgároknak üdvözletét küldi Antiochus, a király és a hadvezér, és jó egészséget és jólétet kíván nekik. Ha jól megy a sorotok nektek is, gyermekeiteknek is, és minden a kedvetek szerint történik, nagyon nagy hálát adok érte. Betegen fekszem, de szívesen emlékezem irántam tanúsított tiszteletetekre és jó akaratotokra. Amikor Perzsiából visszatértem, súlyos betegségbe estem, ezért szükségét látom, hogy gondot fordítsak a közbiztonságra. Egyébként nem csüggedek, hanem bízom benne, hogy fölépülök betegségemből. Mégis arra gondolok, hogy atyám is akkor gondoskodott utódról, amikor hadjáratot vezetett a hegyvidékre. Ha aztán valami váratlan dolog történik, vagy kedvezőtlen hír érkezik, tudni fogják az ország lakói, kire ruházzák rá a hatalmat, és megszabadulnak a zavargástól. Azon kívül arra is gondolok, hogy a körülöttünk élő és birodalmunkkal szomszédos uralkodók mennyire lesik a kedvező alkalmat és a fejleményeket. Ezért megtettem fiamat Antiochust királynak, akit a hegyvidékre vezetett hadjárataim során közületek már igen soknak, nem is egyszer a gondjaira bíztam, és a figyelmébe ajánlottam. A mellékelt levelet neki írtam. Most hát kérve kérlek benneteket, emlékezzetek jó téteményeimre, amelyekben általában és egyébként részetek volt, és viseltessetek minnyáján jó indulattal irántam, és fiam iránt őrizzétek meg barátságotokat. Mert meg vagyok róla győződve, hogy követni fog a jó akarat és az emberségesség útján, és jó viszonyban lesz veletek. Így az embergyilkos és Isten káromló iszonyú kínok közepette, idegenben, a hegyvidéken halt meg, olyan nyomorultul, ahogyan ő bánt másokkal. A holttestét kegyence Fülöp vette magához. Antiochus fiától való félelmében azonban Egyiptomba menekült, Ptolemeusz Filometorhoz. Tizedik rész. A Makkabeus és emberei Elohim segítségével elfoglalták a szentélyt és a várost. Szétrombolták a pogányok oltárait, amelyeket a piacon emeltek, és a berkeket is. Megtisztították a templomot, és az égő áldozatok bemutatására új oltárt építettek. Szikrát csiholtak a kőből, és úgy gyújtottak tüzet. Két évi szünet után újra mutattak be áldozatot, égettek tömjént és mécsest, és kitették a kenyeret is. Amikor ezzel elkészültek, a földre borultak és könyörögtek Jahuához, ne engedje, hogy még egyszer ilyen nagy nyomorúság szakadjon rájuk. S ha újra vétkeznek, csak mértékkel büntesse őket, ne szolgáltassa ki őket többé az Isten káromló barbár pogányoknak. Ugyanazon a napon tisztították meg a templomot, amelyen a pogányok meggyalázták, vagyis ugyanúgy Kiszlév hónap 25. napján.
Nagy örömükben 8 napig tartó ünnepet rendeztek, a sátoros ünnep mintájára visszaemlékeztek rá, hogy nem régen még hogyan ünnepelték a sátoros ünnepet, amikor a hegyek közt és a parlangokban tengették életüket akár a vadállatok. Most azonban borostyánnal díszített botokat, zöld ágakat és pálmát vittek, és dicsőítő éneket zengtek annak, aki megadta nekik a templom megtisztításának örömét. Aztán közös elhatározással és rendelettel az egész zsidóság számára kötelezővé tették ezeknek a napoknak évről évre való megünneplését. Így halt meg hát Antiochus melléknevén Epifanész. Most azokról az eseményekről adunk számot, amelyek az istentelen fiának Antiochus Eupatornak az idejében mentek végbe, de a háború okozta szenvedéseknél nem időzünk soká. Amikor átvette a hatalmat egy bizonyos Líziászt, aki azelőtt Cöle-Szíria és Fönícia parancsnoka volt, megtette helytartójának. Ptolemeusz Makron volt az első, aki igazságosan bánt a zsidókkal, hisz addig úgyis annyi igazságtalanság történt velük. Megkísérelte békés úton rendezni ügyeiket. Ezért a király hívei bevádolták Eupatornál. Mindenféle árulónak tekintették, mivel elhagyta Ciprus szigetét, amelyet Filometor bízott rá, és átpártolt Antiochus Epifanészhez. Mivel magas tisztségét nem tudta tisztességgel betölteni, méreggel véget vetett életének. Ekkor Gorgiász lett azon a vidéken a parancsnok. Idegen zsoldosokat szerzett, és minden alkalmat megragadott, hogy háborút viseljen a zsidók ellen. Ugyanakkor Idume a lakói, kedvező fekvésű erődöknek a birtokában kifosztották a zsidókat. Befogadták a Jeruzsálemből elmenekülteket, és azon voltak, hogy folytassák a háborúskodást. A Makkabeus és emberei imádkoztak, és arra kérték Elohimet, legyen segítségükre a harcban. Aztán megtámadták az idumeai erődöt. Egyetlen merész rohammal elfoglalták a helységeket. Akik a falakon harcoltak, azokat mind visszaverték és megöltek mindenkit, aki csak a kezükbe került. Nem kevesebb, mint 20 000 férfit kaszaboltak le. Mintegy 9 000 férfi két nagyon erős bástyába menekült, amely el volt látva mindennel, ami csak kell az ostromhoz. A Makkabeus otthagyta Simont és Józsefet, valamint Zachéjoszt elegendő számú emberrel, hogy vegyék ostrom alá e helyeket. Maga meg azokba a helységekbe vonult, ahol jelenlétére sürgős szükség volt. Simon katonái pénzéségből belementek, hogy a bástyában levő emberek pénzzel megvesztegethessék őket. Elfogadtak 7 000 drachmát, és hagyták, hogy egy részük elmeneküljön. Amikor a Makkabeusnak jelentették az esetet, hívatta a nép vezetőit, és vádat emelt, hogy pénzen eladták testvéreiket. Futni hagyták az ő rovásukra ellenségeiket. Azokat, akik árulóvá lettek, kivégeztette. Aztán azon nyomban elfoglalta mindkét bástyát. Minden fegyveres vállalkozása sikerrel járt, a két bástyában több mint 20 000 embert megölt. Timóteus, akit a zsidók korábban már megvertek, idegenekből hatalmas sereget gyűjtött, és Ázsiából tekintélyes számú lovasságot szedett össze. Azt tervezte, hogy fegyverrel elfoglalja Júdeát. Közeledtekor Makkabeus hívei Elohimhez imádkoztak, hamut szórtak a fejükre, csípőjükre, meg vezeklő ruhát öltöttek. Leborultak az oltár előtt, és könyörögtek, legyen hozzájuk irgalmas, és legyen ellenségüknek ellensége, és ellenfelüknek ellenfele, ahogy a törvény hirdeti. Az ima befejeztével fegyvert ragadtak, és kivonultak meglehetősen messze a várostól. Az ellenség közelében megálltak. Amikor felvirradt a hajnal, mindkét oldalon megindították a támadást. Egyikük a bátorságon kívül Elohimbe vetett bizalmát tekintette a szerencse és a győzelem zálogának. Másikuknak a szenvedélyük volt vezérük a harcban. Már javában tombolt a küzdelem, amikor az ellenség előtt megjelent az égből 5 pompás lovas, aranyzablájú lovon, és a zsidók élére állt. Ketten közrevették a Makkabeust, védték fegyverükkel, oltalmazták a sebek ellen. Az ellenségre nyilakat és villámokat szórtak, úgyhogy megvakultak, elteltek rémülettel és csatát vesztettek. 20 500 katonát és 600 lovast megöltek. Maga Timóteus egy Gézer nevű erődbe menekült.
Ez alaposan megerősített hely volt, s Csereász parancsnoksága alá tartozott. A Makkabeus és emberei 4 napig ostromolták az erődöt, bizakodó hangulatban. Ezzel szemben az ostromlottak az erőd erősségében bíztak, határtalanul átkozódtak és istentelenül káromkodtak. Az 5. nap felvirrattakor a Makkabeus katonái közül 20 fiatalember a káromlásokon, haragra gerjedve, bátran a falaknak rontott, és áldász haragjukban mindenkit lekaszaboltak, aki csak eléjük került. Mások a háta mögé kerülve támadták meg az erődöt. Felgyújtották a bástyákat, mágiát raktak és elevenen elégették az Isten káromlókat. Ismét mások betörték a kapukat, beengedték a maradék sereget és egy elfoglalták a várost. Timóteust, aki egy ciszternába rejtőzött, megölték, ugyanígy testvérét, Csereászt és Apollofánest is. Amikor ezeket végbe vitték, dicsőítő és hála énekekkel magasztalták Jahuát, aki ilyen nagyot tett Izraellel, megadta nekik a győzelmet. 11. rész. Liziász kancellár, a király gyámja és rokona nagyon elkeseredett ezeken az eseményeken, és nem sokkal azután összegyűjtött mintegy 80 000 férfit, és az egész lovasságot is mozgósítva kivonult a zsidók ellen azzal a szándékkal, hogy a várost görög településsé változtatja, a templomot pedig a többi pogány templomhoz hasonlóan megadóztatja, s a főpapi tisztséget évről évre áruba bocsátja. Egyáltalán nem számolt Elohim hatalmával, hanem csak gyalogosai 10 000-eiben, lovasai 1 000-eiben és a 80 elefántban bizakodott. Behatolt Júdeába, megközelítette az egyik erős erődöt, a Jeruzsálemtől mintegy 5 mérföld távolságra levő Betkurt, és erősen szorongatta. Amikor a Makkabeus és hívei meghallották, hogy Liziász ostrom alá vette az erődöket, sírás és jajgatás közepette Jahuához folyamodtak az egész néppel egyetemben, hogy Izrael megmentésére küldje el jó angyalát. Aztán elsőként a Makkabeus ragadott fegyvert, s biztatta a többieket is, nézzenek szembe a veszélyekkel, és legyenek testvéreik segítségére. Ezzel közösen kivonultak, bizakodó hangulatban. Amikor még Jeruzsálem közelében voltak, megjelent nekik egy fehérbe öltözött lovas. Aranyfegyvert forgatott, és az élükre állt. Erre mindannyian dicsőítették Elohimet irgalmasságáért, és annyira felbátorodtak, hogy készen voltak nem csak az embereket, hanem még a legvadabb állatokat is megtámadni, sőt a vasfalakat is áttörni. Csatarendben haladtak előre égi harcos társukkal, mivel megkönnyörült rajtuk Jahua. Mint az oroszlánok, úgy támadtak rá az ellenségre, és lekaszaboltak 11 000 gyalogost és 1600 lovast. A többieket menekülésre kényszerítették. A legtöbbjüknek csak a puszta életüket sikerült megmenteniük, mert már megsebesültek. Maga Liziász is csak szégyenletes futással tudta életét megmenteni. De Liziász nem volt oktalan ember, így amikor elgondolkodott a vereségén, belátta, hogy a zsidók legyőzhetetlenek, mert velük harcol a hatalmas Elohim. Ezért követeket küldött hozzájuk, és méltányos feltételekkel békét ajánlott. Megígérte, hogy a királyt is ráveszi, kössön velük barátságot. A Makkabeus a közjó érdekében mindenben elfogadta Liziász ajánlatát, és a király megadott mindent, amit a Makkabeus a zsidók számára írásban követelt. A levél, amelyet Liziász a zsidókhoz intézett, így hangzott. Liziász üdvözletét küldi a zsidók népének. Követeitek, János és Absalom átnyújtották alábbi kérelmeteket, és arra kértek, hagyjam jóvá a bennük foglaltakat. Amit a király elé kellett terjeszteni, azt elé terjesztettem, s ő hozzájárult, amihez lehetett. Ha továbbra is megfelelő magatartást tanúsítotok a közügyekben, rajta leszek, hogy előmozdítsam jóléteteket. Ami a részleteket illeti, meghagytam a ti és az én követeimnek, hogy tanácskozzanak veletek. Jó egészséget! A 148. esztendőben, Dioszkorosz hónapjának 24-én. A király levele így hangzott. Antiochus király üdvözletét küldi testvérének Liziásznak. Mivel atyánkat maguk közé szólították a hatalmasságok, azt kívánjuk, hogy birodalmunknak minden polgára zavartalanul a saját ügyeinek szentelhesse magát.
Hallottuk, hogy a zsidók nem helyeslik a görög életmódra való áttérést, amit atyánk elrendelt, hanem inkább a saját életmódjukat kedvelik. Ezért azt kérik, hogy megtarthassák saját törvényeiket. Nos, az az óhajunk, hogy ez a nép is zavartalanul éljen. Ezért elrendeljük, hogy kapják vissza szentélyüket és életüket atyáik szokásai szerint élhessék. Légy hát rajta, hogy követeket küldj hozzájuk. Ezek nyújtsanak nekik békejobbot, hogy lássák, mi a szándékunk, s így öröm töltse el őket, és kedven lássanak újra neki dolgaiknak. Az a levél, amelyet a király a népéhez intézett, így hangzott. Antiochusz király üdvözletét küldi a nagy tanácsnak és a többi zsidónak. Ha jól megy sorotok, akkor az megfelel kívánságunknak. Mi is jól vagyunk. Menelaus jelentette, vissza kívántok térni, hogy a saját dolgaitoknak szentelhessétek magatokat. Azoknak, akik Szantikosz hónap 30-áig hazatérnek, békét biztosítunk, és megengedjük, hogy a zsidók a saját étkezési szabályaik és törvényeik szerint éljenek, mint azelőtt. Senkit nem szabad közülük életmódja miatt semmi módon zaklatni. Egyszer, mint elküldöm Menelaoszt, hogy megnyugtasson benneteket. Éljetek békében! A 148. esztendőben, Szantikosz hónap 15-én. A rómaiak is küldtek egy levelet, ez volt a tartalma. Quintus Memmius és Titus Manilius és Manius Sergius, a római legátusok üdvözletüket küldik a zsidók népének. Amit Liziász a király rokona megadott nektek, azt mi is megadjuk. Azokat a kérdéseket, amelyeket nézete szerint a király elé kell terjeszteni, fontoljátok meg, aztán küldjetek el valakit, hogy ügyeiteket kedvetek szerint képviselhessük. Mi ugyanis tovább utazunk Antiókiába. Siessetek hát, küldjétek embereiteket, hadd tudjuk meg, mint vélekedtek. Jó egészséget kívánunk! A 148. esztendő, Xantikosz hónap 15-én. 12. rész. Ezen egyességek megkötése után Liziász elment a királyhoz. A zsidók pedig újra a földet művelték. Ám azoknak a vidékeknek a parancsnokai, Timóteus és Genneus fia, Apollonius, továbbá Hieronymus és Demofon, valamint a ciprusi Nikanor nem hagyták, hogy békében és nyugodtan éljenek. Ugyanakkor Joppe lakói gyalázatos tettet követtek el. Meghívták a körükben élő zsidókat, szálljanak fel az előre odakészített hajókra, asszonyostól, gyerekestől, mintha semmiféle ellenséges szándék nem vezetné őket, hanem a város közös határozata szerint járnának el. Ezek elfogadták a meghívást, mivel békére törekedtek, és semmiféle rosszat nem gyanítottak. De amikor már jól kint voltak a tengeren, a mélybe sűjesztették őket, nem kevesebb, mint 200 embert. Júdás hírét vette a testvérein elkövetett Gasztetnek, és közölte a dolgot híveivel is. Aztán segítségül hívta Elohimet, az igazságos bírót, és kivonult testvérei gyilkosai ellen. Éjszaka fölgyújtotta a kikötőt, elégette a hajókat, és megölte, akik oda menekültek. Aztán, mivel maga a hely le volt zárva, elvonult azzal a szándékkal, hogy majd visszatér, és Joppe egész lakosságát kiírtja. De aztán meghallotta, hogy Jamnia lakói hasonló terveket forralnak az ottani zsidók ellen. Azért egy éjszaka a jamniaiakra támadt, fölgyújtotta a kikötőt a hajókkal egyetemben. A tűz egész Jeruzsálemig ellátszott. 240 stádiumnyira. Onnan 9 stádiumnyira tovább vonultak Timóteus ellen. Történt, hogy arabok támadtak rájuk, nem kevesebb, mint 5000 férfi és 5000 lovas. Elszánt küzdelemre került sor, és Elohim segítségével Júdás emberei győztek. A legyőzött nomádok békét kértek Júdástól, és megígérték, hogy jószágot szállítanak nekik, és megadnak minden segítséget. Júdás azt gondolta, hogy valóban hasznára lehetnek, ezért beleegyezett a békekötésbe. Kezet nyújtottak, és visszatértek sátraikba. Júdás egy erős várost is megtámadott, amely körül volt véve fallal. Különféle pogány népek lakták, és Kaszpinak hívták. A lakói bíztak a falak erősségében, meg a felhalmozott élelemben.
Júdással és embereivel szemben arcátlanul viselkedtek, gyalázták őket is, ráadásul káromló, illetlen beszédeket folytattak. Erre Júdás és emberei a világ nagy urához folyamodtak, aki Józsué idejében faltörőkosok és ostromgépek nélkül is lerombolta Jerikó falait. Aztán, mint az oroszlánok, a falaknak estek. Elohim akaratából elfoglalták a várost, és sokakat lekaszaboltak, úgy, hogy a szomszédos két stádium hosszú tó olyan volt, mintha vérrel lett volna tele. Onnan 750 stádiumnyira tovább vonultak, és Csarakába értek, az úgynevezett tubiáni zsidókhoz. Timóteus már nem találták ott azon a vidéken, mert elintézetlen ügyei más felé vonták. De egy meghatározott helyen hátrahagyott egy nagy erős őrséget. Ezért a Makkabeus vezérei, Doziteosz és Szoszipatrosz kivonultak és megölték azokat az embereket, akiket Timóteus hátrahagyott a várban, több mint 10 000 férfit. A Makkabeus több csoportra osztotta seregét és meghatározta, kik álljanak a csoportok élére. Aztán megtámadta Timóteust, bár 120 000 gyalogosa és 2500 lovasa volt. Amikor Timóteus Júdás közelettének hírét vette az asszonyokat és a gyerekeket, egy Karnion nevű helységbe küldte, a Málhával egyetemben. Ez nehezen bevehető, és a sok keskeny szoros miatt alig megközelíthető hely volt. Amikor Júdás első csapatai odaértek, annak hatalma láttán, aki mindent lát, félelem és rettegés lett úrrá az ellenségen. Sietve menekültek. Az egyik ide futott, a másik oda, így nem egyszer a saját embereik ejtettek rajtuk sebet, vagy döfték beléjük a kardjukat. Júdás kegyetlenül üldözőbe vette őket, kaszabolta a gonoszokat, mint egy 30 000 férfit megölt. Maga Timóteus és Doziteosz és Szoszipatrosz csapatainak kezére került. Nagy színlelve azt kérte, engedjék szabadon, mert hatalmában vannak némelyeknek a szülei, másoknak a testvérei. Mert ha nem, hát akkor bajuk esik. Mivel ismételten ünnepélyesen megígérte, hogy sértetlenül kiadja őket, elengedték, hogy így megmentsék testvéreiket. Ezután Júdás Karnion és Atergateion temploma ellen vonult fel, és megvert 25 000 embert. Ezeknek az ellenségeknek a legyőzése után Efron megerősített városa alá vonult, ahol Liziász tartózkodott. Erős ifjak álltak a falak előtt, és bátran védekeztek. Belül rengeteg hadigép és fegyver. Ők azonban a mindenhatóhoz imádkoztak, aki hatalmával megtöri az ellenség erejét. Aztán elfoglalták a várost. A lakói közül mintegy 25 000 leterítettek. Onnét tovább indultak és felvonultak Skitopolis ellen, amely 600 stádiumnyira van Jeruzsálemtől. Az ott élő zsidók azt vallották, hogy Skitopolis lakói mindig jó indulattal voltak irántuk, és a nehéz időkben is emberségesen bántak velük. Ezért köszönetet mondtak nekik, és arra kérték őket, legyenek továbbra is jó akarattal a nép iránt. Aztán visszatértek Jeruzsálembe, mert közeledett a hetek ünnepe. A pünkösnek nevezett ünnep után Idume a helytartója, Gorgiás ellen vonultak ki. Ez 3 000 gyalogossal és 400 lovassal szállt szembe velük. Az egyik összecsapás alkalmával történt, hogy néhány zsidó elesett, egy bizonyos Doziteosz, egy lovas Bakenosz emberei közül. Egy nagyon erős ember megragadta Gorgiászt köpenyénél fogva és teljes erővel húzta. Élve akarta elfogni az átkozottat, de az egyik tráklovas nekiesett és levágták a karját. Így Gorgiásznak sikerült elmenekülnie a Marizába. Mivel ezri katonái már sokáig harcoltak és teljesen kimerültek, Júdás Jahuához folyamodott. Legyen harcostársuk és vezérük a küzdelemben. Aztán atyáik nyelvén jóhangosan himnuszokra zendített, mintegy a csatakiáltás bevezetőjéül, majd menekülésre kényszerítette Gorgiász csapatait. Júdás összegyűjtötte a sereget és Odollan városába ment. Amikor a 7. nap elérkezett, a szokás szerint elvégezték a tisztulási szertartást, és ott ünnepelték a szombatot. Másnap, amikor már legfőbb ideje volt, fölkeresték Júdást, hogy menjenek hozzá kell az elesettek holttestét, és temessék őket atyáik sírboltjába, rokonaik közé. Ám a halottak ruhája alatt Jamni a bálványainak szentelt tárgyakat találtak, amit a törvény tilt a zsidóknak. Így megtudták, miért estek el.
Mindnyájan dicsőítették Jahuát, az igazságos bírót, aki azt is fölfedi, ami rejtve van. Aztán imádkozni kezdtek és könyörögtek, hogy az elkövetett bűnök teljes bocsánatot nyerjenek. A nemes lelkű Júdás azonban figyelmeztette a csapatokat, hogy óvakodjanak a bűntől, hisz saját szemükkel láthatták az elesettek példáján a bűn következményeit. Aztán gyűjtést rendezett a katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe engesztelő áldozat bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett, mivel gondolt a feltámadásra. Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár. Ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől. 13. rész. A 149. esztendőben Júdás és hívei megtudták, hogy Antiochus Eupator hatalmas sereggel Júdea felé tart, s vele van gyámja és Liziász a birodalom ügyeinek intézője, egy 110 000 gyalogosból, 5300 lovasból, 22 elefántból és 300 kaszával felszerelt harci szekérből álló görög sereg élén. Menelaosz is szövetkezett velük, és képmutató módon biztatta Antiochust. Közben azonban mit sem törődött a haza megmentésével, csak arra volt gondja, hogy visszakerüljön hivatalába. Ám a királyok királya fölkeltette Antiochus haragját a lázadó ellen. Amikor Lisiász azzal vádolta, hogy minden bajnak Menelaosz az oka, Antiochus megparancsolta, vigyék Berőába, és az ottani szokás szerint végezzenek vele. Ott ugyanis volt egy 50 könyök magas torony, tele izzó hamuval. Volt benne egy forgatható gépezet, amely minden irányból belesodorta az embert az izzó hamuba. Oda vitték fel a templom gyalázókat és az egyéb nagy gonosztevőket, és a pusztulásba taszították őket. Ez a halál lett az álnok Menelaosznak is a sorsa. Nem jutott neki sír a földben, és ez teljesen igazságos volt így, mert sokat vétkezett az oltár ellen, amelyen szent a tűz és a hamu. Ezért lelte hamuban a halálát. A király ádász gyűlölettel közeledett. Azt tervezte, hogy gonoszabbul bánik a zsidókkal, mint atya. Amikor Júdás erről tudomást szerzett, arra intette a népet, hogy éjjel-nappal könyörögjön Jahuához, hogy mint mindig most is segítsen rajtuk. Hisz az a veszedelem fenyegeti őket, hogy elveszítik a törvényt, a hazát és a szent templomot. Ne engedje, hogy a nép, amely éppen csak föllélegzett egy kissé, az elvetemült pogány népek kezére kerüljön. Meg is tették mindannyian, 3 napig térdre borulva, könnyek között, böjtölve, szüntelenül könyörögtek az irgalmas Jahuához. Ezután Júdás bátorította őket, és megparancsolta, hogy legyenek készen létben. Maga a vénekkel azt határozta, hogy kivonul, és Elohim segítségével dűlőre viszi az ügyet, mielőtt még a király serege benyomulna Júdeába és elfoglalná a várost. Vállalkozása végső kimenetelét a mindenség teremtőjére bízva bátorította embereit, harcoljanak bátran egészen halálukig, a törvényért, a szentélyért, a városért, a hazáért és a hagyományokért. Aztán Modin közelében tábort ütött. Majd kiadta katonáinak a jelszót, Elohimtől a győzelem. A legjava válogatott ifjakkal éjjel megtámadta a király sátorát, és megölt a táborban mintegy 2000 embert. A legnagyobb elefántokat is leszúrta vezetőjükkel egyetemben. Az egész táborban félelmet és rettenetet keltettek. Aztán mire a nap fölvirradt, győztesen elvonultak. Ezt vitték végbe azzal a segítséggel, amelyben Elohim Júdást részesítette. 5. Antiochus békét köt a zsidókkal. Amikor a király ízelítőt kapott a zsidók elszántságából, azon volt, hogy csellel hatalmába kerítse a megerősített helyeket. Kivonult Bet-Kur az egyik erős zsidó erőd ellen, de visszaverték. Újra támadott, de ismét legyőzték. Júdás minden szükségessel ellátta az őrséget. Ám a zsidó seregből az egyik katona, Rodokosz elárulta az ellenségnek a titkokat. Megkeresték, elfogták és kivégezték. A király másodszor is tárgyalást kezdett Bet-Kur lakóival, és békét ajánlott nekik. Meg is tartotta, és elvonult. De találkozott Júdás embereivel, és vereséget szenvedett tőlük.
akkor megtudta, hogy Antiókia helytartója Fülöp pártot ütött. Ezen megrettenve jó szóval fordult a zsidókhoz, és esküdtéve minden igazságos követelésüknek engedett. Az egyesség megkötése után áldozatot mutatott be, kifejezte tiszteletét a templom iránt, és bőkezű volt a szent helyhez. A Makkabeust is barátságosan fogadta, aztán megtette Hegemonidészt, a Ptolemaisztól a Gerényiek földjéig terjedő terület teljhatalmú helytartójává, és elment Ptolemaiszba. Ám Ptolemaisz lakói nem voltak megelégedve az egyességgel, méltatlankodtak a határozatok miatt, és meg akarták őket szegni. Erre Lisziász a szószékre lépett, és a lehetőség szerint védekezett. Csitító szavaival meggyőzte őket, úgyhogy megbékéltek. Utána visszatért Antiókiába, így zajlott le a király támadása és visszavonulása. 14. rész. 3 esztendő elteltével Júdás hívei hírét vették, hogy Szeleukosz fia Demetrius hatalmas sereggel és nagy hajóhaddal partra szállt Tripolis kikötőjében, és elfoglalta az országot, Antiókuszt, és gyámját Lisziászt pedig megölte. Egy bizonyos Alkimusz, aki azelőtt főpap volt, de a lázadás idején önként elpártolt, úgy látta, hogy számára semmi módon nincs menekvés, és az oltárhoz sem kerülhet vissza. Ezért a 151. esztendőben elment Demetrius királyhoz, és átnyújtott neki egy aranykoszorút és egy pálmaágat, továbbá a szentélyben szokásos olajágak közül is néhányat. Azon a napon egyébként nyugton maradt. De amikor Demetrius meghívta egy tanácskozásra, és a zsidók hangulata és tervei felől tudakozódott nála, kedvező alkalmat talált elvetemültsége kimutatására. Így válaszolt neki. Az Asszideusnak nevezett zsidók, akiknek Júdás, a Makkabeus a vezérük, folyvást, háborút és lázadást szítanak, és nem hagyják, hogy nyugalom uralkodjék az országban. Engem is megfosztottak öröklött tisztségemtől, mármint a főpapi tisztségtől. Most épp emiatt jöttem ide. Egyfelől, mert valóban szem előtt tartom a király érdekeit, másfelől azonban a honfitársakra is tekintettel vagyok, hisz az említett emberek meggondolatlan vállalkozásai folytán egész népünk nem csekély kárt szenved. Ó király, szerezz ezekről bizonyságot, és tedd magadévá szerte jól ismert emberi együttérzésedben országunk és szorongatott népünk ügyét. Mert amíg Júdás él, lehetetlen, hogy az ország békében éljen. A király bizalmasai, akik amúgy is ellenséges érzülettel viseltettek Júdással szemben, szavaira még inkább rajta voltak, hogy Demetriust haragra ingereljék. Nyomban hívott tehát Nikanort, az elefántos csapat parancsnokát, és megtette Júdea helytartójává. Parancsot adott neki, hogy Júdás tegye el láb alól, követőit szórja szét, Alkimuszt meg tegye meg a legfőbb templom főpapjává. A Júdás elől Júdeából elmenekült pogányok tömegestől csatlakoztak Nikanorhoz, mert azt hitték, hogy a zsidókra szakadó bajból és szorongattatásból hasznuk származik. Nikanor közelettének hírére és a pogányok támadására a zsidók hamut szórtak magukra, és ahhoz folyamodtak, aki örök időkre kiválasztotta népét, és mindig nyilvánvaló módon megvédte örökségét. Aztán a vezér parancsára nyomban elindultak, és Dessau falvánál rajtuk ütöttek. Júdás testvére Simon megtámadta Nikanor, de az ellenség hirtelen megjelenésére egy kissé megingott. Ám amikor Nikanor meghallotta, mekkora bátorságról tettek tanúságot Júdás csapatai, és milyen elszántan harcoltak a hazáért, nem merte vérontással dűlőre vinni az ügyet. Inkább elküldte Pozidoniuszt, Teodotuszt és Mattatiást, hogy nyújtsanak kezet a zsidóknak, és azokét is fogadják el. A vezér jól meghányta, vetette a dolgot, aztán közölte a sereggel, majd miután egyetértésre jutottak, ráálltak az egyességre. Kitűztek egy napot, amelyen a vezetők ugyanazon a helyen majd megtárgyalják a részleteket. Mindkét részről megérkezett egy-egy harci szekér, és a megtiszteltetés jelejül székeket készítettek oda. Júdás előzőleg fölfegyverkezett embereket állított megfelelő helyekre, nehogy valami alattomos támadás érje az ellenség részéről. De a tanácskozás békés mederben folyt le. Utána Nikanor Jeruzsálemben telepedett le, és nem követette semmi igazságtalanságot. Sőt, a tömegével hozzácsatlakozott csapatokat is elbocsátotta.
Júdást állandóan a maga közelében tartotta. Jó indulattal volt e férfi iránt, bíztatta, nősüljön meg, és legyenek gyermekei. Valóban meg is nősült, s boldog volt, örült az életnek. Amikor Alkimusz látta a kölcsönös egyetértést, és a megkötött szerződést, elment ezzel Demetriushoz, és azt állította, hogy Nikanor áruláson töri a fejét, a birodalom ellenségét, Júdást jelölte ki utódjául. A király haragra gerjedt, a címeres gazember ármánykodásai felingerelték. Írt Nikanornak, hogy ő nem ért egyet az egyességgel, és megparancsolta neki, hogy a Makkabeust azonnal küldje, bilincsbe verve Antiochiába. E hír hallatára Nikanor elkedvetlenedett. Nehezére esett az egyesség felbontása, hiszen a másik fél nem követett el semmi igazságtalanságot, de nem tehetett a király akarata ellen. Ezért megvárta a kedvező alkalmat, és csellel keresztül vitte a dolgot. A Makkabeus észrevette, hogy ridegebben bánik vele, és a szokásos összejöveteleiken kevésbé udvarias. Látta, hogy ez a barátságtalan magatartás nem jelent jót. Ezért maga köré gyűjtötte jó sok emberét, is elrejtőzött Nikanor elől. Az észrevette, hogy ügyesen kijátszotta. Ezért elment a fönséges és szent templomba, épp amikor a papok a szokásos áldozat bemutatásával voltak elfoglalva, és a férfi kiszolgáltatását követelte. Amikor azok esküvel bizonyították, nem tudják, hol van a keresett férfi, kinyújtotta jobbját a templom felé, és megesküdött: ha nem szolgáltatjátok ki Júdást, bilincsbe verve, Elohimnek ezt a házát egyenlővé teszem a földdel. Az áldozati oltárt lerombolom, és pompás szentét emelek itt Dionysosnak. Szavai befejeztével visszavonult. A papok az ég felé tárták kezüket, és ahhoz könyörögtek, aki mindig védelmezőjük volt. Ó, mindenek hatalmassága! Neked nincs szükséged semmire, mégis azt akartad, hogy legyen köztünk egy templomot hajlékul. Szentséges Jahua, akitől minden szentség származik, őrizd meg örökre tisztán ezt a házat, amelyet nemrég tisztítottunk meg. Egy bizonyos raziszt, aki Jeruzsálem vénei közé tartozott, följelentettek Nikanornak. Szerette honfitársait, és nagy tekintélynek örvendett. Jóságáért a zsidók atyának nevezték, mert már azelőtt is, a lázadás idején is azon volt, hogy tisztán megőrizze a zsidóságot, testét és életét elszántan kockára tette a zsidóságért. Nikanor most nyíltan ki akarta mutatni a zsidókkal szemben ellenséges érzületét, ezért elküldött több mint 500 katonát, hogy fogják el. Mert azt hitte, hogy az elfogatással súlyos csapást mér rájuk. A csapatok már épp meg akarták szállni az erős házat. Erőszakkal betörték a kapuit, és tüzet hozattak, hogy felgyújtsák az ajtókat. Mivel minden oldalról körülzárták, a kardjába dőlt. Inkább meghalt becsületben, mint hogy a gonoszok kezére kerüljön, és nemes érzelmeihez méltatlan bánásmódban részesüljön. Ám a nagy izgalomban nem sikerült neki egészen jól a döfés. Közben a csapat behatolt az ajtókon, erre gyorsan fölment a falakra, és hősiesen a sokaságba vetette magát. Csak hogy ez gyorsan visszahúzódott, keletkezett egy térs, ideesett. Mivel még mindig élt, haragra gerjedve felállt, jól lehet égő sebeiből patakzott a vér, aztán a tömegen áthatolva feljutott egy meredek sziklára, már teljesen elöntötte a vér, de azért kitépte beleit, megragadta mindkét kezével, és rádobta a tömegre. Közben kérte az élet és lélek Jahuáját, hogy egy napon adja neki vissza. Így halt meg. 15. rész. Amikor Nikanor megtudta, hogy Júdás csapatai Szamária helységeiben állomásoznak, azt tervezte, hogy egy szombati napon minden kockázat nélkül megtámadja őket. Ám azok a zsidók, akik kényszerűségből az ő seregében voltak, így beszéltek: ne mészárold le őket ilyen kegyetlen és embertelen módon, légy tisztelettel a nap iránt, amelyet azt szentelt meg kezdettől, aki mindent lát. Erre megkérdezte a címeres gazember: van hát az égben egy hatalmas, aki a szombat megülését elrendelte? Azt felelték: maga az élő Elohim parancsolta meg a hetedik nap megülését, aki az égben lakik. De ő ellene vetette: ám a földön én vagyok az Úr,
és parancsot adok, ragadjatok fegyvert, és szolgáljátok a királyt. Csak hogy megint nem sikerült neki gyalázatos tervét keresztül vinnie. Nikanor gőgében felfuvalkodva arra gondolt, hogy Júdás csapatain aratott győzelmére nyilvános emlékművet emel. Ám a Makabeus töretlenül és rendületlenül bízott Jahua segítségében. Bátorította embereit, ne féljenek a pogányok támadásától, inkább gondoljanak arra, mennyi segítséget kaptak már az égtől. Most is bízzanak hát benne, hogy a mindenható megadja nekik a győzelmet. A törvény és a próféták szavaival is bátorította őket. Emlékezetükbe idézte azokat a harcokat, amelyeket már megharcoltak, és így fokozta bennük a bátorságot. Amikor már fölkeltette bennük a lelkesedést, kiadta a parancsot, utalva a pogányok hűtlenségére és hitszegésére. Így nem pajzsal és lándzsával fegyverezte fel őket, hanem találó, bátorító szavakkal. Egy hitelt érdemlő álmát is elmondta nekik, egy látomását, amelynek mindannyian örültek. Ez volt az álmában a látomása. Oniászt látta az előző főpapot, ezt a nemes lelkű, igazságos férfiút, akinek viselkedése szerény volt, a lénye csupa jóság, a beszéde pedig megfontolt, és aki ifjúságától törekedett az erényekre. Kitárt a kezét és imádkozott a zsidók egész közösségéért. Aztán megjelent Júdásnak ugyanilyen tartásban egy őszhajú, pompás külsejű férfi. Csodálatos méltóság övezte. Oniász megszólalt és azt mondta, testvéreinknek ez a barátja Jeremiás, Elohim prófétája. Sokat imádkozik a népért és az egész Szentvárosért. Aztán Jeremiás kinyújtotta a jobbját és átadott Júdásnak egy aranykardot. Átadáskor e szavakat intézte hozzá. Vedd Elohim ajándékát, a szent kardot, megsemmisíted vele az ellenséget. Júdás nagyszerű szavai lelket öntöttek beléjük, hisz alkalmasak voltak rá, hogy fölkeltsék a bátorságot és megerősítsék az ifjak szívét. Így elhatározták, hogy nem vernek tábort, hanem bátran támadást indítanak, és kimenetelét a szerencsére bízzák. A várost, a vallást és a templomot ugyanis veszély fenyegette. Az asszonyokért és a gyerekekért, a testvérekért és a rokonokért nem aggódtak annyira. Első és legfőbb gondjuk a Szent Templom volt, de a városban maradottak sem aggódtak kevésbé, s voltak kisebb gondban a nyílt mezőn vívandó harc miatt. Mindannyian várták a hamarosan elkövetkezendő döntő ütközetet. Az ellenség már felvonult. A sereg csatasorba állt, az elefántokat oda vezették a megfelelő helyekre, és a lovasság elhelyezkedett a két szárnyon. Amikor a Makkabeus meglátta a felsorakozó hatalmas sereget, sokféle fegyvert és a vad elefántokat, kitárta kezét az ég felé, és a csodatevő Jahuához folyamodott. Mert tudta, hogy nem a fegyvereké a győzelem, hanem azoknak adja Elohim, akiket méltónak tart rá. Így imádkozott. Adonai, Júda királyának, Hiszkiának idejében elküldted angyalodat, és a Szanherib táborából 185 ezer férfit megsemmisített. Küld előre most is, egek Jahuája, jó angyalodat, üzzék el előlünk a félelmet és a rettenetet. Azok rettegjenek kardod erejétől, akik káromlások közepette felvonultak szent néped ellen. Ezzel befejezte imáját. Nikanor csapatai kürt szóval és harci dalokat énekelve vonultak fel. Júdás és emberei imádkozva és könyörögve támadtak rá az ellenségre. Míg kezükkel harcoltak, szívükben Elohimhez imádkoztak. Elohim szemmel látható segítségén örülve nem kevesebb, mint 35 ezer férfit földre terítettek. Amikor a csata végeztével öröm közepette elvonultak, látták, hogy Nikanor is ott fekszik fegyverzetében. Erre kiáltozás és lárma támadt. Atyáik nyelvén dicsőítették Jahuát, Júdás pedig, aki testestől lelkestől feláldozta magát honfitársaiért, és ifjúkora óta mindig hűségesen kitartott a testvérei iránti szeretetben, kiadta a parancsot, hogy Nikanornak vágják le a fejét és a kezét a karjával együtt, és vigyék Jeruzsálembe. Megérkezte után összehívta honfitársait, és a papokat az áldozati oltár elé állítatta. A várőrséget is odarendelte. Akkor megmutatta nekik az elvetemült Nikanor fejét és az Isten káromlónak a kezét.
amelyet az kérkedve kinyújtott a mindenható szentélye ellen. Aztán kivágatta az istentelen Nikanor nyelvét, és feldarabolva odavetette a madaraknak. A gonoszság bűnhődése jelét azonban felakasztotta a templom elé. Az ég felé fordulva mindannyian dicsőítették Jahuát ezekkel a szavakkal. Legyen áldott, aki hajlékát megoltalmazta a gyalázattól. Nikanor fejét kitűzette a vára Elohim segítségének mindenki számára látható és nyilvánvaló jeléül. Aztán közös akarattal elhatározták, hogy ezt a napot nem hagyják soha megületlenül, hanem az Arámul Adárnak nevezett 12. hónap 13-án, a Mardokeus napja előtti napon megünneplik. Így zajlottak le a Nikanorral összefüggő események, mint hogy a hébereknek azóta birtokában maradt a város, bevégzem munkámat. Ha az elbeszélés szépnek és sikerültnek bizonyult, teljesült kívánságom. De ha csak közepesre vagy gyengére sikerült is, megtettem, ami erőmből telt. Kár csak bort inni, és ugyanígy tisztán vizet is, hiszen a bor vízzel keverve kellemes, így szerez élvezetet. Ugyanígy a művészi elbeszélés is élvezet azok számára, akik a történtekre figyelnek. Ezzel befejezem. Mindenkinek a legjobbakat, shalom és halleluja! Akivel és ahol csak tudod, oszd meg a videóinkat, lájkold őket, írd meg javaslataidat, ötleteidet, kérdéseidet a hozzászólás rovatban, illetve ne felejtsd el elolvasni a videóról szóló leírást.